Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit az évközi 24. vasárnapon. A szeptember 1-től nevezett ki a püspök úr ide, elméletileg, és a héten költöztem, és ez az első szentmise, amit együtt ünnepünk, együtt imádkozhatunk. Szeretettel köszöntöm a hívek közösségét, köszöntjük a Bátori Fest ünnepség alkalmából eljött igét, a külföldi delegátus, a lengyel és a magyar delegátus képviselői. Örülünk, hogy együtt ünnepelhetjük a szentmise áldozatot. A lengyel-magyar barátságot én nagyon sokat tapasztaltam, vannak személyes ismerőseim is. A történelmünk egybe folyt, és mindig érezhető a lengyelek és a magyarok közötti barátság. Az evangéliumban Jézus két kérdést fog feltenni a tanítványoknak, kinek tartják az emberek az emberfiát, és hogy kinek tartják ők személyesen az emberfiát. A második kérdésre Péter válaszol, de ez nagyon fontos kérdés számunkra is, hogy mi személyesen kinek tartjuk az Úr Jézus Krisztust. A lelkiismeret vizsgálat rendjében tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent Titkait. Thank you.
Urunk mindenség, teremtő és gondviselő Istene, tekints rám, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Cezáriájának vidékére, útközben megkérdezte tanítványait, kinek tartanak engem az emberek. Azok így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki a kérdésre, hogy ki személyesen nekem az Úr Jézus Krisztus? Ki számomra a jó Isten? Ja, személyesen nekem, nem amit írnak a könyvek, amit ír a Biblia, hanem személyesen ki nekem. Mert hogyha megadom erre a választ, akkor meg ebben a válaszban megtalálom azt is, hogy ki vagyok én. Hiszen Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve mindannyian. Ha megadom arra a választ, hogy ki Jézus, a Péter egyből észreveszi ezt, és valószínűleg többi tanítvány is, hogy hogyan lehet, hogy a Messiásnak, Isten fiának szenvednie kell. Valószínűleg már az utolsó szavát Jézusnak nem hallják meg, hogy de harmadnapra fel kell támadnia. Mert a tanítványok ugyanaz bizony hittek abban a Jézusban, aki tanította őket, táplálta lelkileg őket, és testileg is, ugye a kenyérszaporításra gondolom, az, aki betegeket gyógyított, aki csodát tett, abban a Jézusban hittek. De talán azt nem hitték el, hogy Isten fiának szenvednie kell. És úgy vagyunk ezzel mi is, hogy kérjük a Jóistent, hogy adjon meg nekünk valamit, hogy megkapjuk az jó, imádkozzunk hozzá, hiszünk abban az Istenben, aki meggyógyít benneteket, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak. Ozsvárt Józsefnek hívnak, 1978. április 23-án születtem Nagyváradon, keresztelni Szentjobbon kereszteltek, mind a két szülőm, szüleim szentjobbiak, és még ott kereszteltek, de Nagyváradon nevelkedtem, a Várad-Belencei Szeplőtelen Fogantatás templomban, ott voltam első áldozó, bérmálkozó. Aztán 2003 és 2010 között Gyulafehérváron végeztem el a teológiát, de még a Tenfi püspöknél jelentkeztem, de már a Böskei László megyés püspök szentelt diakónussá és a pappá 2010-ben. Egy évet, gyakorlatévet töltöttem Margitán, ott főleg a hitoktatás volt a feladatom, de még egyéb más is. 2010-ben, miután felszenteltek, két évet voltam segédlelkész Tasnádon, de már fél éves káplánként a közeli plébániára, Tasnád Szántóra jártam ki plébánosi feladatokat ellátni, ahova majd aztán 2012-ben helyezett a püspök úr, Tasnád Szántóra, Loyolai Szent Ignác a védőszentje, és utána 2015 májusában kerültem a Székelyhídra, a Szeplőtelen Fogantatás plébániára, és hát szeptember 1-től pedig ide Szilágysomlyóra, ilyen nagy boldogasszony, ennek örülök, hogy a szűzanya a védőszentje, ugye végig életemet is, állomásaimat is
végig kísérte a szűzanya. Mi van rendőr?